Még június végén kezdődött az építkezés. A kivitelező 90 nap alatt végzette a külső homlokzat hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével. A tetőre napelemek is felkerültek, mellyel rengeteg energiát takarítanak meg. A tisztasági festéseken túl új központi fűtéssel és belső világító testekkel szerelték fel az épületet. A közkedvelt bolgár, szerb, görög táncházaknak helyet adó terem is modernebb lett. Egy teljesen új szellőztető rendszer lett kialakításra, ami lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen mondjuk a téli hónapokban kívülről szellőztetni a termet, tehát ilyen értelemben egészségvédelmi okokat is szolgálhat ez a dolog. Tehát mindez azt mutatja, hogy hasonló színvonalú és gazdagságú programokkal, de egy sokkal korszerűbb, modernebb környezetben tudjuk ezeket biztosítani. A városban működő 11 nemzetiségi önkormányzat sokszínű művelődési tevékenységgel gazdagítja a szegedieket. Bár az itt működő szervezetek igyekeztek folyamatosan karbantartani az épületet, az két évtized alatt igencsak elavult. A város ezért vállalta a ház felújítását. Ez az épület már 20 éve szolgálja az itt székelő, egyébként székhelyként is ezt az épületet használó hét nemzetiségi önkormányzatot, illetve a város egész közösségét, hiszen nem csak nemzetiségi programok vannak, nem csak saját maguknak csinálnak programokat ezek a közösségek, hanem a város egész lakosságának. És azt gondoltuk, hogy 20 év után ez az 1940-es években épült épület megérett a felújításra. A fejlesztésre összesen 70 milliót fordítottak, melyből 38-at az Európai Unió, a többit pedig Szeged önkormányzata finanszírozta.